Magyarországon vettem át az osztályomat, mert a kolléganőnk nyugdíjba vonult. Addig is tanítottam őket magyarból, és nagyon szerettem az osztályt, így boldog voltam, amikor megkaphattam őket. Rengeteg szabadidős programot szerveztem, hogy mint osztályfőnök is megismerjem ezeket a gyerekeket, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jól összecsiszolódtunk, rengeteget dolgoztunk együtt az iskolában, hagyományőrző hetek programjaiban vettünk részt, illetve rengeteg műsort készítettünk, emlékműsorokat, amelyekben boldogan vettetek részt, és azt hiszem, hogy én is. Nagyon sikeresek voltak ezek a műsorok, és nagyon szép emléket idéznek fel bennem. Nagyon sok tehetség és gyermek jár ebben az osztályba, de egy kis félelmem azért van, hogy mindenki meg fogja találni a helyét. Mindenki abba a közösségbe fog-e tartozni, ahová valóban odaillene, ahol a saját útját fogja megtalálni. Hiszen ez az út, amit be kell járnunk, nem egyszerű út. És ahhoz, hogy a boldogsághoz vezető utat megtaláljuk, mindenkinek saját magának kell megküzdenie érte. De ha ezt sikerül, és valóban kitartóan fog dolgozni mindenki, akkor azt gondolom, hogy boldog felnőttek lesznek. Sikerült azt a kitűzött célt, hogy az osztályban rend, tisztaság és fegyelem legyen, mind a 4 év alatt megtartani. Továbbiakban féltem azért az osztályt attól, hogy az életben az alkalmazkodás nehéz lesz, hiszen ez egy felnőttnek is nehéz, és ők mégiscsak gyerekek. Mégis abban reménykedem, hogy az együtt eltöltött órák, a sok-sok jó tanács, a példamutatás után meg fogják találni helyüket az életben. Tanácsaim a jövőre talán abban a tekintetben elég tartalmas útra valót adnak, hogy vigyék magukkal mindazt, amit a tanáraiktól tanultak, és a legpéldamutatóbbnak találtak bennük. Mielőtt az ünnepi beszédemet elmondanám, szeretnék valamit megköszönni önöknek. Nézzenek le a gyerekeinkre, nézzenek le azokra, akik itt ülnek lent. Hihetetlenül fegyelmezettek. Látták azokat, akik szöveget vagy verset mondtak? Fehérek voltak, mint a fal, és rettenetesen féltek. És arra vártak, hogy önök, akik itt vannak ezen az ünnepségen, figyelemmel hallgassák, figyelemmel tekintsenek rá.
És köszönöm azoknak a felnőtteknek, akik példát mutattak most ebben. Mint az iskolában elvárjuk a gyerekektől, hogy figyeljenek rám. A gyerekeink pedig elvárják ezen a vallagáson, hogy most rájuk figyeljenek. Kérem önöket, nézzék ezeket a fiatalokat. Akkor még nem gondoltunk arra, hogy ezen a percen számunkra is eljönnek. Nem gondoltunk arra, hogy egyszer mi is itt ülünk, meghatódva, kicsit összeszorult szívvel, ennek az ünnepen elhözítünk. Elnézték csinteléseinket, mindent megtettek, hogy okos, értelmes, jó értésű kamaszoknál, tisztességes, igazi emberekké válhassunk. Welcome to all the parents, teachers and siblings who have come to support us today. You have helped us become the people we are today. Thank you. A szépségben, melyet kiált az az anyag. A szeretetben, melyet ebbennek a nép. Uri László, Nazvegettország is tanuló. Most, amikor átadjuk nektek iskolánk zászlaját, kívánjuk, hogy tetteitekkel, cselekedeteitekkel szerezzetek méltó új érdemeket iskolának. Legyetek vidámak, törekvőek és jó lelkűek egymáshoz. Megígérjük, hogy megőrizzük az együtt töltött évek emlékeit, s jó szívvel térjünk mindig vissza hozzátok. Kérünk benneteket, vegyétek át tőlünk az ászlaját.